zene. Bocs, de nem festhetek neked, hisz a magam sorsát pingálom. A Líra és az internetes művészeti blog készítés is helyet kapott március 6-án a Salgó-Tarjáni kontaktpontban. Ők már a sokadik tehetséges megyei fiatalok, akik bemutatkozási lehetőséget kaptak az irodában. A blognak a jelentése hosszúan az a webblog, és a webblog, ez egy ilyen internetes naplót jelent az egész. Az Art Control csapata nem csak videókészítéssel foglalkozik, de egy művészeti oldalt is üzemeltet. Ugye az artcontrol.hu egy weboldal, újonnan induló weboldal, méghozzá januárban kezdtük el ezt az egészet csinálni. Ennek az elődje egy ilyen kontroll csapat, úgymond, ami salgó-tarjáni fiatalokból kovácsolódott össze, és ők videókészítéssel, animációkészítéssel foglalkoznak, és ezt próbáltuk picikét tovább fejleszteni, hogy ez online felületen is megtalálható legyen. Céljaink közé tartozik az, hogy eljusson minél több emberhez ez a Salgó-Tarjáni kezdeményezés, mert hogy nagyon sok fiatallal szeretnénk dolgozni, méghozzá olyan szinten, hogy lehetőséget nyújtunk nekik, hogy saját alkotásaikat mutassák be a weboldalunkon. A két hónap alatt heti szinten több 10 000 látogatóval rendelkezik az oldalunk, illetve nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik felénk. Két hónap alatt olyan szintre jutottunk el, hogy már az alkotók keresnek fel minket, hogy kerüljenek a weboldalunkra, és bemutatkozzanak, és megmutassák a munkáikat. Alapcélunk az, hogy először is Salgó-Tarjáni, illetve Nógrád megyei alkotókat próbáljunk úgymond bemutatni, de céljaink közé tartozik az is, hogy picikét kiszakadjunk ebből az egész dologból is, tehát ezt egy egész országos szintre felfuttatni úgymond. Aztán nagyon későbbi céljaink közé tartozik, hogy esetleg világszinten angol nyelv területekre is eljuttassuk a Salgó-Tarján, Nógrád megyei, magyarországi alkotókat. Életművész vagyok, én festem a kékeket. A tegnap lesz a vászom, a holnap meg a képkeret. Az akarat az ecset, a tintától lesz színes, hogy jól lehet látni, hol még kicsit vizes. Krisztián gyermekkora óta ír verseket. Ez volt az első alkalom, hogy nagyobb hallgatóság előtt szavalhatott. Ilyen másodállásban állásnak nem is mondanám, verseket írogatok. Már 13 éves korom óta elkezdtem ezzel foglalkozni. Kiírom magamból, ami fáj, ami nem jó, vagy éppen ami jó, azt közzéteszem a világgal. És szeretném, hogyha olvasnák a verseimet, hogy hát a magukra ismernek sokan ebből. Ehhez nincsen radír, de nem is kell, hisz így a jó. Hisz minden ember itt a földön maradandó alkotó. Mert olyan élete senkinek nem lesz majd, mint nekem. Mert a kezemben van mindenem, múltam, jövőm, jelenem. Hétköznapok, az élet, ami mindenről szól, ami körülvesz minket, arról, amit átélek minden nap, kiírni magamból a bajt, a fájdalmat. Mert tudom, hogy rengetegen éreznek hasonlóan, mint én. Martin már többek számára ismerős lehet. A tehetséges fiatal számos alkalommal lépett már színpadra Salgó-Tarjánban. Fehér Martin vagyok, több mint 4-5 éve foglalkozom a zenével. Elég sok helyen megfordultam már itt a városközpontban, Salgó-Tarjánban. Kisebbféle programokra hívtak meg, hogy szerepeljek, és elég jól is sikerültek. Célom ezzel a zenével az, hogy bekerüljek egy zenekarba, aminek én vagyok a úgymond frontembere, vagy én lehetek a frontembere, és akkor az a saját zenekaromnak mondható. Számomra a zene az maga mindent jelenti. Nagyon jó érzés azt átélni, amikor a színpadon vagyok, és a közönség visszajelzése pozitív számomra, és nagyon, nagyon sok energiát ad ez is. A fiatalok komoly jövőt terveznek, tehetségükkel Salgó-Tarján hírnevét öregbítve.